Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Gondoltam, ugye, hogy PC-re is megjelent a Returnal című játék. Gondoltam, belenézünk, hogy milyen a játék menete. Elvileg arról szól, hogy van ő Selene, ő a mi főhősünk. Ő egy ilyen fehér jelszerű jelet keres a világűrben, és pont ennél a Roposz nevű bolygónál ugye elromlik a űrhajója, azt lezuham. A lényeg az, hogy ezen a bolygón lények éltek, és ilyen hatalmas nagy lények, és volt egy kataklizma, és utána valami történt, meg hogy az, hogy miért történt, ez a játék tele van rejtéllyel. Kolléganőnk talál egy holttestet is, mi az ő holtteste, rájön, hogy a ő holtteste, és rájön, hogy ciklusokba kerül, ugye? Ez a játék is erről szól, ugye, ha meghalsz, akkor ugyanabba a ciklusba kerülsz. Míg le nem győzöl egy boszt, egy fő boszt, így a pályák végén, és akkor onnantól kezdheted a következő ciklust, hogyha meghalsz, akkor már nem kerülsz vissza az első fő boszt elé lévő pályarendszerbe, hanem folytathatod a utána lévőbe. Én elég sokat játszottam vele PS-en, és hogy most megjelent PC-re nemrég, gondoltam belenézünk. Egy olyan 20-25 percet belenézünk csak, annyira nem kötött le akkor se a játék, gyönyörű grafikája van, magyarul elég szopatós a játék, ezért nem is kötött le annyira. Na nézzük akkor. Menjünk. Nézzünk bele, hogy mi újság. Ugye fegyverünk sincs még az elején semmi. Ja, PC-ről játszunk. Magyar felirattal. Benőtt romok. Jelforrás vizsgálata. Ez egy elég erős kis játékocska. Nem túl könnyű. Azt kell, hogy mondjam. Ja, a Xeno civilizáció volt itt akkor eredetileg. Azért a PC-s verzió rendesen eszi a gépet. Mit ne mondjak. Na, és megtaláltuk a kolleginát. És ő lesz az. És itt jön az, hogy nem tudja, hogy hogy került ide úgy, előzőleg, hogy már most zuhant le. Érdekes játék különben. Csak nagyon-nagyon nehéz. Nekem legalábbis piszkos nehéz. Lehet, hogy hobba haverokkal, vagy kikkel, ismerősökkel könnyebb, de én egyedül nekem nagyon nehéz volt. Oké, célzás, lövés. Jó, kilőttük azt a szírszart. Jó.
ugye benne fotómód is. Na, ez a map. Itt vagyunk, ugye, mutatja a célt is, az ott van fönt. Fegyverkár, védelem, készségarány, mindent is mutat. Felszerelés, ez van nálunk. Jó. Ugye ez a heal. Itt ebbe a játékba ez a heal. Hoppá. Megjöttek az első kollégák. Ó, Szelén előző holttestén ott csámcsogják éppen. Grafikailag szerintem tök jó. Vissza kell válni, meg kell válni. Öltött pedig a fegyó. Várjál. Felvétel, így, oké. Recorded log found. Adding to data bank. Playing back now. Orrások. Oké. Okay. Scout log. Atropos. Elapsed time 30 minutes since last crash. Whole areas of this forest are rearranging themselves like a fluid puzzle after each different mine. Whenever I return, per Astra protocol, I will not be recovered until I reach the broadcast signal. If you're hearing this, you are stuck here too. I don't remember recording that. Okay. Bevetünk egy kulcsot. Itt jelenleg akkor semmi nincs, más. Nézzétek már meg, marha jó megcsináltak, nézzétek meg, hogy gyönyörűen jönnek ezek a növények az emberre, gyönyörű. Nézd meg, gyönyörű, eszméletlen. Nézzétek meg, eszméletlen. Hát ha én ebből csinálok egy fotót, figyelj. Jó. Azt majd utána megnézem. Na, és akkor elvileg, aha, itt van a kulcs, megvan nekünk. Le tudunk lépni ide is. És itt vagyunk,
mutatja a nyíl. El kéne mennünk. Mutatja, hogy mi újság van itt. Végleg ezeket a toplokat is szét lehet lőni, mindent is. Oda nézzétek, nagyon-nagyon csúcs a grafikája ennek a játéknak. Ehhez még nincs tudtunk. Várjál, merre kéne menni? Föl. Csak hogy. Várja. Hopp, és már is találtak. Itt van valami. Vegyük föl. Az obiratokat kell összeszedni. És akkor csökken a cucc, mert itt van, hogy a zuhanások kárt okoznak. Ez a kulcs miatt van, ugye. És felszedtük. Na, ki is nyílt. Itt még van valami, nincs semmi. Jó. Oké, erre megyünk tovább. I've discovered piled corpses of a xenotype species. Likely the architects of these
these ruins. These could be the sentients that broadcast the White Shadow signal. It is impossible to escape. I have tried everything. I'm always brought back by... There is a moment between death and rebirth when tentacles drag me down, screaming, drowning. Az szép. Returning. Ah, már jártunk itt, ugye. Mit mutatsz a szobor oda föl? Oda mutatott. Ja, merre kellene tovább mennünk? Csak erre tudunk, gyerekek. És mindjárt megtudjuk, hogy milyen újra életni. Aha, ennyi. Operational, and I've already experienced this before. Itt láthatjátok, hogy adatokat balra, és adatok elmúlt órával, ugye, hány ellenséget ittották ki, kutyaszar, mindenféle. Jó. Elvileg lehet alukálni egyet. És ha minden igaz, akkor álmodunk. Most nem. De, jó. Jó. Elvileg mindig egy asztronautával álmodunk. Miért? Azt nem tudom, mert nem vittem végig a játékot én se. Ez is csak egy bemutató lesz. Játékmenet bemutató, hogy mégis milyen ez a játék. Grafikailag meg... Hát úgy játéklag. Minden egyes alkalommal, hogy meghalsz, visszatérsz a baleset helyszínén az előző sztiklusba, gyűjtött fegyverek erejk és erőforrások nélkül. Oké. Okay. Ugye itt a hajó megint. Emmi. Aha. Lehetne online-ba. Hát most online-ba nem fogok menni. És ugye mindig változik a környezet. Aha, és már itt is van egy tök. Több is. Több is, mint kellene. És minden egyes ciklusnál változik. Én úgy mondom, hogy szobák, mert ezek olyan... Nézzétek meg, ezek ilyen szobák.
ha vízbe mész, akkor meghalsz. Ha leesel, meghalsz. Be lehet váltani obolitokat, tudjátok azokat a sárgákat, ilyen narancssárga. Tudjuk meg, azt dobják ezek a kis hát állatok. Ez kéne egy kulcs. New technology discovered. Augments my weapon with an alternative firing mechanism. Ugye különböző fegyvereket lehet találni. Úgyhogy érdekes. Minél többet ölsz meg az ellenfelekből, annál jobban megy föl az adrenalin. Ahogy meglőnek, egyszer vége. Ezek ilyen csápok, ha így aláállsz, összívasz, vége. Hát ide nem lehet bejutni. És vannak ilyen kis helyek, ahol le lehet esni a mélybe. Várjál, merre kéne mennünk? Elvileg erre.
Amik ilyen szemek vannak benne, azok ilyen obólitot adnak pluszba. Látjátok? Ők ezt gyorsan, mert eltűnnek. Ó, itt valami lesz, aha. Egy fegyver van ebbe. Meg fognak jelenni, én úgy emlékszek. Ilyen dögök. Vagy nem. Új fejlesztő statisztikák feloldal következő szerezme. Aha, oké. Aha, ez már jobb azért. Egy fokkal. Ez már ilyen extrákat is lő ki. Change objectives and investigate the energy reading in the forest. Scout log, Atropos. Jó napló bejegyzés. The broadcast. Do you see the white shadow is something only I should know? And now, out of literally nowhere, I'm hearing it again. Were the sentients involved? But how would they have known? Need to believe there are answers at the signal. Ez azért jobb fegyó. Ez ad egy kis extrát is. Látjátok, adrenalin szín növekedett. És már vissza is áll. Ahogy eltalál valami vége. Xenotype device acquired. I think this will prove a useful tool. Kontrollerrel játszotok, ugye? Megnyomjátok a R-t, nyomjátok, és átvilágítja nektek az egész dobát. Játok az ellenfeleket is. Általában megmutatja. Igen, napló bejegyzés. Ez is egy módszer, hogy visszaugrasz, ha visszatudsz, mert valamelyik kapuk belépsz, ott bezáródik a kapu, és nem tudsz visszalépni,
De ilyenkor visszalépsz egy kicsit, és... és jobb. Aha, az egy robot. Erre kell egyáltalán menni? Ha erre kéne. Okay. Lőnek össze-vissza, úgyhogy ide megnézzük ezt. Na és itt van az, hogy leesel. Mi lesz itt, azt most nem is tudom. A ellenfelet nem látok. Látunk egy technológiát. Ugye van ilyen sivatagos pálya, eszem, ez a első rész után jön az a sivatagos pálya. Még játszottam, de mondom, nekem nagyon nehéz. Én élvezni szeretem a játékot, nem szenvedni vele. Jó. Egy régi lény, ami itt élt. Ezt még fölvesszük. Jó. Úgy tudunk teleportálni. Látod? Ennyi. Ide föl, vissza. Confirmed. Point to point teleportation. Location exit seems fixed. Elvileg most már, hogyha felfedezünk majd ilyen helyeket, akkor szépen lehet, ügyesen lehet teleportálgatni. Na várjál. Visszafelé kéne mennünk. Ó, basszus. Éter. Jó, és...
mehetünk is vissza. És akkor tudunk már teleportálni. Ez micsoda? Itt is jönnek minnyáján ilyen dögök szerintem. Érdemes le területet leszkennelni. Na és írja is, látjátok, amit jó előbb mondtam. Itt le lehet szkennelni a dolgokat. Ez elvileg egy bolt. Figyelj, én annak nevezném boltnak. Lehet venni tucukat. Tucukat. Aha. Köszi, nem kell semmi. Elvileg ebbe a játékba két módon van visszatérés, úgyhogy ne kezdődjön a ciklus újból, hogyha meghalsz. Ha van egy kis astronauta bábud, avagy vannak ilyen kis, nem kis, elég nagy ilyen kis kép, mint a teleport kapu a Sliders időutazókba belépsz, és lemásol téged. Ez azt jelenti, hogy ha meghalsz most itt, ahogy kilépek, szobával arrébb, akkor rögtön újra tudom kezdeni, és nem kell előről kezdenem a ciklus. Ez a két választás van. Meg kell keresni ezeket a írásokat és lefordítani, ezzel a géppel le lehet fordítani. Ilyet látjátok? Elméletileg. Akkor be lehet itt tenni. Úgyhogy amilyen egyszerű játéknak tűnik, olyan misztikus és összetett. Ide, gyerekek, elmondom, egy láncsa kell, majd ugyanúgy fogjátok találni, mint itt a hátamon, mert ez a bizbasz a ruhámon, a nyakamon, egy láncsát. Egy ilyen halott teremtménytől, és ha jól emlékszem, bocsánat, ha jól emlékszem, és itt már lesznek emberkék, környek,
és avval átudjátok ezeket a kis a piros kaput is lőni. Ezek nagyon moslékok, ezek a teremtmények itt. Töltődjön csak vissza, mert szívok. Látjátok? És átjött a kapun. Ez szívás. És nincs hílem. Ez egy ilyen teleport kapu volt. És újból egy ciklus. Hát ez egy ilyen játék. Astra. They can't hear me. I'm alone. Could the force be adapting? És nem tudjátok, hogy melyik szoba következik, melyik szoba után, mert mindig változik. Ez is lesz majd cuccotok, amivel majd használva tudjátok venni ezeket a repülő kis lószarokat. Tök jelenleg nincs. Van még valaki? Ez egy shotgun szinte, de cserélhetjük. Jó, elmondom, elég sok fegyverrel fogtok találkozni.
ugrott. Jújjúj, azt hittem, hogy takadék. Ez egy ilyen kis extrás, tudsz. Most én ezt nem csinálom meg. Ezeket is ki tudjátok majd szedni. Ó, ez túl medli volt. Sikerült lelépnünk onnan. Most szétzabáltak volna ezek a dögök. Na, srácok. Atmoszféra 46, oxigén 53%. Jó. Na, ez a játék. Úgyhogy ennyi volt szerintem ez a kis játékmenet bemutató. Akinek tetszik, az játszom vele. Ki úgy érzi, hogy ügyesen bánik FPS játékokkal, vagyis, na, bocsánat, lövöldözős játékokkal, az hajrá, vágjon bele. Nekem nem jön be. Sose jött be. Én inkább ilyen nyugodtabb játékstílust kedvelek. Alapból grafikailag nagyon-nagyon jó néz ki. Vannak benne rejtélyek, van egy története, és hát aki szeret lődösni, az alap. Csak nehéz, nagyon nehéz, legalábbis számomra. Na, remélem tetszett a videó. Sziasztok!